Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. Az advent, hogy az a várakozás, a készülődés időszaka, és hogy az első gyertyát már múlt héten meggyújtottuk, az arról szól, hogy ugye a hitről, a második gyertya most a reményről, a harmadik az örömről, és a negyedik a szeretetről. Tehát most az előttünk álló időben, illetve amit magunk mögött hagytunk, bőven van olyan esemény, ami ezt a adventet még fontosabbá, még meghittebbé, illetve a heti gyertyagyújtásokhoz kapcsolódó eseményeket kiemeltebbé teheti. Ezt az időszakot mi nem értük át még soha. Nagyszüleink átélték, amiben most vagyunk. Még hál' Istennek a háború nincs itt, és bízunk benne, hogy nem is lesz. De már látjuk, amit én sose értettem, mikor nagyanyám azt mondta valamikor gyerekkoromban, hogy milyen jó, hogy meleg szobában tudunk ülni. Akkor azt mondtam, hogy magamban, hogy miről beszél nagyanyám, hát ez természetes dolog, hogy meleg szobában ülünk. Aztán mostanában kezdek rájönni, hogy ez nem mindenkinek természetes. Úgyhogy a Covid-járvány elvitte 2 évünket, még mindig itt van velünk, és ugye ez a háború is itt van, ami megnehezíti az életünket. Alapvetően ugye nem nekünk okoz legtöbb gondot, de bőven mindenki a maga bőrén érzi, hogy bőven okoz neki is gondot, hanem azoknak, akik ezt a borzalmat el kell, hogy szenvedjék, innen is elutasítjuk. Egyébként a háborúnak minden, nem csak közelünkbe, a világon bárhol zajló háborúkat, mert a rendezésnek ez a formája, ez szerintünk a 21. században nem elfogadható, hogy és a békés lakosság esik legnagyobb arányba áldozatul, és azok az értékek pusztulnak, amit egy élet munkájával összehoztak. Úgyhogy a mostani advent, ugye hál' Istennek nekünk könnyebb, de sokaknak már nehéz, mert ha megérkeztek már az első számlák, azok se egyszerűek, még értelmezni se könnyű, aztán az inflációt látjuk, jóhatatlanul pörög. A kormány szeretné a nyugdíjasoknak, mindenkinek megoldani, hogy valamennyire ki legyen védve ez a fajta elszabaduló árak, hogy a nyugdíjak lesznek is emelve. Megint a 13. havi nyugdíj is meg fog jövő februárba érkezni, de mindenkinek az ünnep is, amit mond, hogy az első hét a hit, tehát hinnünk kell abba, hogy ezen az időszakon túl leszünk, és a reményünknek pedig meg kell lenni abba, hogy mindenféleképpen úgy fogunk ebből a bajból kijönni, vele együtt még a hét holálkodó Covidot is, hogy szeretteinket, barátainkat nem fogjuk elveszíteni, és magunk is jól tudunk az ünnepeken, amikor karácsony este a szeretetről szól, hogy családtag jön közt a szeretet ünnepét megünnepelni. Úgyhogy én azt tudom mondani, utána olvasva annak, hogy mi a remény, tehát a remény ugye mindenkit, most nagyon sok közös reménységünk van, hogy jobb lesz, hogy befejeződik, ha háború megszűnik, ez a mérhetetlen infláció, ebbe nagyon sokaknak közös reménye, vágya, hogy ez beteljesüljön, de nagyon sokunknak van egyedi vágya, reménye, amit szintén be kellene teljesíteni, be kellene teljesülni, és van nagyon sok olyan idős barátunk, szomszédunk, aki nem is tudja elmondani, hogy mi az, amire ő tulajdonképpen vágyik, vagy miben reménykedik. Tehát az a kérésem, hogy mindenki, és így is vagyunk teremtve, hogy mindenféleképpen lehet, hogy valakinek, hogy teljesüljön egy kis álma, reménye az elég egy jó szó, egy segítő mosoly. Tehát éljünk azzal a lehetőséggel is, hogy ebben az időszakban mások reményét is tudjuk táplálni, föltartani. És ez a közös remény fog elvezetni bennünket ahhoz, hogy meg lesz az az öröm és szeretet ünnep, amit mindig karácsonykor várunk. Úgyhogy én kívánok önöknek áldott adventi ünnepeket, a reményünket ne veszítsük el soha,
és jó egészséget kívánok mindenkinek, és a karácsonyi ünnepekhez pedig sok boldogságot és szeretetet mindnyájuknak. Köszönöm a figyelmet.